Három tűzoltó autó egy komolyabb tűz elhárítására is alkalmas, teljes fegyverzetben érkezése az 1993-ban újra elkészített Szent Florián szoborhoz adott jelt a tűzoltó ünnepség kezdetéhez, amit az itteni bevált szokásoknak megfelelően nem Szent Florián napján, hanem másnap, vasárnap tartanak. Az idei megemlékező ünnepségen részt vett és szólt a helyi hivatásos és önkéntes tűzoltókhoz Balázs Gábor, a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatója. Kiemelve az önkéntességnek és a tűzoltói öntudatnak az átlagosnál erősebb jelenlétét Bátaszéken a többi Tolna megyei településhez viszonyítva. Sokan vannak, akik önként a családjuktól időt elrabolva, a munkahelyüktől időt elrabolva, saját szabadidejüket áldozva, önkéntes tűzoltó egyesületi tagként tesznek Bátaszék városa és a környező hat település védelme érdekében. Erős és képzett az önkéntesek hátországa, megérintve a környező településeket is. Alig ha véletlen, hogy a Florián napi ünnepségen általában az újak eskütételére is sor kerül minden évben. Mint ahogy az idén hárman mondták az esküszöbegét. A tavalyi év egyébként mozgalmas, feladatokban, kihívásokban bővelkedő volt a bátaszéki tűzoltók számára. 2018-ban egyébként meglepően sok volt a káreset számunk, 144 riasztás érkezett a bátaszéki tűzoltóságra, és ebből 122 volt az, ami beavatkozással telt. A három autó a hozzátartozó eszközállománnyal, személyzettel a bátaszéki és környékbeli önkéntesek felvértezettek a tüzek, katasztrófák elhárítására. Azért egy-két fontos eszközük erősen leamortizálóban van, bizony kellenek az újak. A bátaszéki Szent Florián naphoz köthető ünnepség a koszorúzással és a templomi tűzoltó áldó szentmisével zárul.